Az a különleges helyzet van most itt a beszélgetés során, hogy három kamera mögött is állnak kollégák, de te itt ülsz és beszélgetsz furcsa velem, hiszen nekem az első gondolatom, hogyha rád gondolok a neved hallatán, azért mégis egy olyan kép, hogy van nálad egy kamera. Mi így ismerkedtünk meg. Mondhatom ugye, hogy még kollégaként hogy dolgoztunk együtt itt Nyíregyházán, a PP Televíziónál, és amit még sürgősen, gyorsan ehhez hozzá kell tennem, hogy nem olyan eseményekre mentünk együtt, ahol egy helybe kellett állni sokáig, hanem ahol így kellett megjelenni neked, mert azt gondolom, hogy ez neked ez egy ilyen alapvető jellemző tulajdonságot, hogy egyik pillanatban itt, másik pillanatban ott. Hoztál is magaddal egy kamerát, ő nem egy fiatal darab, és nyilván emlékek is kötődnek hozzá, de az, amikor te először kamerát fogtál a kezedbe, az mennyire volt tudatos, vagy egy lehetőség volt, vagy valakinek a kameráját fogtad meg és használtad? Hát egy vágy volt mindig. A nővérem a tanárképző főiskolán dolgozott, és ott Algai Iván volt az oktatástechnikai központ vezetője, és nekik volt szinte országban először ilyen technikájuk. És akkor nekem mindig az volt a vágyom, hogy valahogy ehhez közel kerül, mert ott nyilván ott kipróbálta az ember, és ott már megszeretted. És akkor, amikor egyszer, egy szép napon én az univerzumban dolgoztam, és Budai Géza, aki volt nekem elektrotechnika tanárom, ő meg jött oda a gyerekekkel, kosutos gyerekekkel nyári gyakorlat, és mondta nekem, hogy Sanyikám, hát nincs neked kedved, őnek is nagy mániája volt ez, hogy csináljunk már egy ilyet, gyere oda ilyen műszaki oktatónak, és akkor ott lesz minden a iskolába. És akkor nyilván oda mentem, ez volt nyáron, június környékén, akkor annak ezek, és utána én február 1-től már ott dolgoztam, akkor még a Kossuthba, utána, amikor kész lett a Bánki, akkor mentünk át a Bánkiba. És országos szinten nekünk volt először zárt láncú televízió rendszerünk az iskolába, középiskolai szinten, mert főiskolában már volt a Nyíregyházinak is, de még főiskolai szinteken is ez eléggé ritka volt. Ritka volt országos viszonylag, és akkor még hát fekete-fehér kamerákkal kezdtük. Fekete-fehér kamerával kezdtük, és később lett, csak valaki behozott egy színes kamerát, és azt megvettük. És nem akarok itt számokat mondani, mert 34-20-as volt egy kis táska magnóval a fekete kamera, amivel ki tudtunk mozdulni a zárt helyekről, ahol nem volt áram, konnektor, és akkor azzal tudtunk csinálni ilyeneket. Az, hogy ez ilyen nagyon nagy dolognak hat, most is így, hogy beszélünk róla, de azok a fiatal srácok, akik már akkor találkozhattak ezzel, ők ezt tudták értékelni? Érezték, hogy ez egy mennyire nagy dolog? Szerintem volna, aki meg is szerette ezt az egészet, és... Most Csodás Lacira néztél, igen. Így van, nagyon, hát kapok visszajelzéseket, igen, ettől nem tudtak elszakadni, mert... Hát ez még nekem is óriási dolog volt, hát akkor a diákoknak, most nem azért mondom, de faluról össze-vissza bejönnek oda a Bánkiba, tudod, rengeteg kollégista volt, és akkor ilyet látnak, sőt, ilyennel gyakorolhatnak, ilyet tudnak kezelni, ilyennel csinálnak híradót, Bánki híradót, minden második héten volt Bánki híradónk. Úgyhogy szerintem ez mindenképp hasznos volt. Itt még csak egy kis szelete volt az életednek az, amikor úgymond kamera igen volt a kezedben, de te aztán ezt választottad is ilyen saját utatnak is. Ez így hogy, van. Hát hogy ez is meg hosszú lépés, mert hát először, hát nyilván, hogy az ember ezen a szinten is képeztem magam, és jártam ilyen főiskolára, ilyen oktatás technológus képző tanfolyamra, ahol szintén audiovizuális eszközökkel tanították meg az embert, meg hogy mire lehet használni, mert akkor jöttek divatba azt, hogy oktatás technológiai eljárásokat alkalmazunk az oktatásba, hogy ne csak az legyen, hogy ott a tábla, a feketén írunk egy krétával felé valamit és kész, és akkor ilyen oktató programokat kezdtünk el csinálni. Eleinte csak
tudod, írásvetítős anyagokat, de utána már filmeket gyártottunk az iskolába, a megfelelő szakoknak megfelelő filmeket, a szak tanárokkal közösen. És utána pedig, hát nem, jött egy ugrás, és akkor én elmentem Magyarországról, akkor még ezt disszidálásnak hívták, és Ausztráliába, ott is összeakadtam egy nagyon, hát egy országos szinten egy jegyzett jászai-díjas operatőrrel, mondhatom a nevét is, Novák Emil, akivel nagyon jó barátságban voltunk, és akkor ő, hát nyilván elvégezte itt már Magyarországon is a Színház és Filmészeti Főiskolát operatőri szakon, kint Ausztráliában is elvégezte ugyanezt, mert azt mondja, hogy őnek ezt a papírját semmiben nézik, sehol, és ez arra is jó volt neki, hogy kapcsolatokat teremtsen addig ott. De aztán, és ővele sokat videózgattunk, sokat tanultam tőle, rengeteget tanultam tőle. Hazajöttem, hazaemigráltam, hát 8 év után, és természetes volt, hogy én ezt akarom csinálni, nem akarok visszamenni iskolába, nem akarok csinálni semmit, hanem ezzel akarok foglalkozni, mert már ott kint Ausztráliában is egy lengyel gyereknek dolgoztam, aki esküvői videókat csinált, és ezzel mi Amerikában első díjat nyertünk egy ilyen pályázaton, és ez óriási dolog volt, tudtuk, hogy hogy kell megfogni egy esküvőt, hogy ez érdekes legyen. De itthon nekünk már meg volt a kultúrája ennek? Nem. Amikor hazajöttem, akkor kezdett ez már úgy alakulgatni, de akkor voltak barátaim, hogy ó, én már abba hagytam, én már nem csinálom, meg semmi, Kéri Peti például, papu, csókollak. És aztán elkezdődött itt is ugyanaz. Én próbáltam, esküvőkön tudod, vannak ilyen egy-két, hát esküvő videó itt Magyarországon abban az időben volt, mit tudom én, 4-5 órás vagy még több, hát egy VHS kamera volt, benne volt egy VHS kazetta, lement, esetleg beletett egy másikat, odaadta és kész. Na most ez abszolút nem így zajlott az egész, hanem ez utána kezdődött az igazi munka vele, hogy ebből valami legyen. Ilyen klipszerűségek voltak benne. Meg aprós, akik pár másodperc lehet az esküvő videóban, de attól lesz valamivel kicsit jobb. Csak nyilván itt is meg kellett nyújtani, mert ha 20 percet adunk egy esküvőről, akkor hiányérzete lesz mindenkinek. Bár most már megint jönnek vissza ezek a trendek. Hát azért itt az okleveleid között már is látok olyat, ahol a legjobb videoklip külön díj, ez a 7. megyei film és videó szemle, ez 1999-es például, ez az elismerés. Ez a másik, még korábbi, ez 97-es, erről az időszakról beszélünk, ugye? Igen. És ez egy más jellegű, az is más jellegű, de akkor ezek jó visszajelzések voltak neked. Hát amikor én hazajöttem, akkor hoztam magammal egy ilyen, akkor még ez elég nagy dolog volt, Hi 8-as kamerát, elég komoly, egy Sonynak egy nagyon kései változatát, és azzal lehetett sok mindent megcsinálni. De hát ezt most nem lehet összehasonlítani mai vágás technikával. Még a PBTV-nél is emlékszem, amikor bejöttek ezek a Matrix, meg mindenféle, vagy mi is volt annak a neve, tudjátok, de igen, és akkor csak csodálkozott az ember, hogy most már minden ott van a gépben is, ha ez nem kell, nem kell, ha kitörölted véletlenül, nem baj, vissza tudod hozni, tehát sokkal kényelmesebb és hát sokkal precízebb lett az egész vágás technika. És de most nem akarlak megbántani meg senkit, de így az időbe visszamenve, az, hogy valaki videós volt, akkor már operatőr volt, vagy nem? Vagy... Hát nem, hát elvileg el kellett volna végezni mindenkinek egy ilyen operatőri, hát a főiskolán ezt tanítják, szakot. Én inkább azt mondanám magamról, hogy tudtam, hogy mit akarok visszaadni, és annak megfelelően használtam azt, amit tudok. De hogy egy kicsit, most nem, ez nem védekezés, hanem amikor stúdió szakkört vezettem a Bánkiba a diákoknak, akkor én is előre tanultam filmesztétikát, nyálasztam a könyvet, és akkor azt nekik is próbáltam megtanulni, és akkor különböző filmekkel ezt alá is támasztottuk, montás szerepe, vagy a dramaturgia szerepe, vagy stb. Szóval ilyenek kell. Tehát én is fejlődtem, hogy egy kicsit párne Novák Emilnél is, sokat a látásmódon, de hát ez most is fejlődik az ember, mindig fejlődik az ember, és aki nem fejlődik, az le fog ragadni, pláne most már ezek a technikák, a mai technikák, ezek nem olyanok, mint amik régen voltak. Van fogalmad arról, hogy hány ilyen
családi hát, nagyobb eseményen vehettél részt. Nem akarok sokat mondani, de ezret biztos csináltam, ezer esküvőt, és számtalanszor találkozom a városba. Sőt, már ott csinálok olyan esküvőket, ahol a szülőknek is én csináltam az esküvőt, meg a gyereket. Na, ez érdekes. De már, most már nem azért, de már lassan nagyapáknak is csináltam az esküvőt, és most már az unokáik is csinálom az esküvőt. És ugyanolyan lelkes vagy még mindig? Szerintem. Azért még mindig mondják, hogy ó, köszönjük szépen, hogy nem is gondolták volna, hogy jó. Hát igen, igyekszem. Én úgy szoktam ezt felfogni, hogy sokszor mondják, hogy de jó, neked ilyen szabadúszó vagy, vagy valami, nincs főnököd. Hát mondom, ez nagyon nagy téves, mert nekem hétvégenként van esetleg 100 vagy 300 ember a főnököm. Mert csak úgy lehet oda elmenni, hogy én mindenki alatt vagyok, alárendelem magam annak, amit ott látok és hallok. És mi volt a legtávolabbi pont, ahová elmentél, mondjuk ilyen ok folytán? Megmaradtál a megyében? Nem, voltam Ausztriában is. Hol, most hirtelen akadom. Mert mindig Strasbourg-t akarok mondani, de nem Strasbourg, hanem hol is. Na, mind a német határ mellett voltam, egy nagyon hangulatos kis faluba, de gyönyörű szép város. Hihetetlen, milyen szép temploma van. Ott volt az esküvőszertartás, és utána egy kis kocsmába. De hát én Ausztráliában is voltam ilyen különböző nemzetiségek esküvőjén, ahol már egy kicsit kapirgáltam a szokásokat. És ott Németországban meg az az eskü, az a mulatás, meg hogy átmennek az eskü, az egész átmegy egy másik kocsmába, ott is vegy a harmonika, mulatnak, asztalon állnak, énekelnek, drink, stb. Érdekesek. A görög esküvők azok megint, de az arab esküvők is, hihetetlen nagy létszámot csinálja. Nagyon sok mindent tanultál akkor ennek a munkának köszönhetően, meg nagyon sokféle emberrel találkoztál. Itt most ugye azért több évtizedről beszélgetünk a videózás és mondjuk kimondottan esküvői videózás vonatkozásában. Azért azt nem lehet mondani, hogy egy könnyű terület, hiszen ott azért, amikor más már nyugovóra hajtja a fejét, ott kezdődik a buli. Hogy lehet ezt még bírni? Még bírod? Bírom, köszönöm szépen. Hát szerintem jól, úgyhogy kell hozzá egy hűtárs. Hol vannak? Hát mindenhol. Van, igen, igen. Jó ott tenni családi futó. Igen. Igen, hát Éva, a feleségem, kezdettől fogva ő ezt látott benne fantáziát, és ő támogatott ebben mindenben. Hát most nem azért mondom, de kellett is ez a támogatás, mert hogyha csak arra a kamerára nézel, még a PBTV-be tudod ezt, akkor annó megvették. Forgott ez a kamera. Nem csak itt a PBTV-re, az országban ez a legjobb kamera volt híradózni szinte, és akkor volt ez, most lehet mondani a számokat, meg minden. Hagyjuk szerintem, töredékét éri, az a lényeg. Ezt már nem is tudnád eladni. Lehet ajándékból adhatnád valakinek, de már ennek értéke nincs. Pedig ez egy nagyon jó rendszerű kamera volt, egy Diviken rendszer. De most már ilyen, nekünk is, amivel mi dolgozunk mostanában már esküvőkön, ilyen kis pici kis szomi kis kamerák, és sokkal jobb minőségben megcsinálja, sokkal könnyebben. Na de ezt el kell fogadni, csak igen. Furcsa így visszagondolni. Nagyon. Erre az időszakra. A videokamera mellett azért a te múltad tekintetében azért a focilabdát is ki kell emelni, meg a dobverőket is ki kell emelni. Nem is tudom, hogy melyik jött hamarabb az időben. Hát megmondom, hogy szerintem foci talán az jött hamarabb. Középiskolában is jártam mindig ilyen, már különböző csapatok már Serdülő, meg utána ifi csapatban játszott az ember. És utána, amikor elkezdődött a zenélés, de valahogy hát az nem tudom, valahogy ez egy párhuzamosan volt a foci, meg a zenélés? Párhuzamosan, és utána már egyre kellemetlenebb lett az sokszor, hogy mondjuk, mert régen legtöbbször bába elmentél, vagy valami ilyesmi zenés, az, ami hajnalban, reggel, és utána lehet 8-szor már mehettél focizni. Uh-huh. Pláne még, amikor ilyen csapatot jártam, akkor majd jött az edző, kopogtatott, hogy engedjenek már el a muterék, anyukáék, hogy mehessek focizni. Én voltam a gólvágó. Gólvágó? Hát nem, nagyon sok gólt rúgtam, főleg ifista koromban. De akkor tudtál dönteni a két szabadidős hát, tevékenység? Amikor, ez is összefoglaltad ezzel is, amikor a Kossuthba kerültem, akkor ott volt Harcsa Zoli. Az elég nagy név volt itt ilyen fotballberkekben is, ő volt a testnevelő tanár. És mindig, hát a tanárok, hogy jártunk focizni hétfőnként, ez még mindig megvan, még most is rámban is szoktam járni. És azt mondta, hogy
neked olyan képességeid vannak, azt mondja, hát te miért nem mész foci csapatba fotballozni? Meg ott volt még Gordán Misi, az is ilyen Spartacus vezetőségi barát volt, és akkor is elmentem, akkor még volt Spari 1, Spari 2, akkor még nem is NB1-es volt a csapat, és akkor én a kettőben, Nájman Gabi osztálytársam volt középiskolában, elkezdtem vele járni, és akkor a próbameccs. Két hónapig jártam edzésre, és utána próbameccs. Volt, akkor is rúgtam két gólt, és mondta egyből az edző, hogy azt mondta, hát hozzá a papírokat, leigazolunk minden, és akkor már otthon is meg kellett mondani, mert addig én úgy simán elrendeztem ezt. És azt mondta az akkori feleségem, ebből látszik, hogy most második van, hogy ha még egyszer elmegyek focizni, akkor vigyem a cókmokomat is. És akkor így a focidról teljesen leálltam, maradt csak a zene. És az milyen szinten? Mi volt a célja, vagy a te célod a zenével akkoriban? Nagyon élveztem, nagyon, nagyon szerettem. És hát biztos, hogy akadtál társakra? Hát középiskolában ez adódik. És a dob is adódott? A dob adódott volna, hogyha azt csináltam, de először gitározni tanultam, és akkor középiskolában az egyikbe kellett egy dobos. És engem kérdezték, hogy tudok dobolni? Én soha nem próbáltam. Nézzük, és akkor onnantól kezdve, a 69, nagyon régen volt. És onnantól kezdve doboltam mindig különböző zenekarokba, hála Istennek. Megtanultad? Hát, most, hogyha én magam azt mondom, igen. De hogyha mondjuk a fiamból indulok ki, akkor még kellett volna egy pár év. De ő tanulta? Ő tanulta. Őt kodályos volt, első kettőbe zongorázni járt, jó, Gabikához, mindegy. És utána meg Gabika mondta azt, mondja, hogy te ez a kis csávó, azt mondja, ez olyan jó ritmikai érzéke, hogy írassuk át Jó Csabához dobra. És utána 6 évig oda járt. De ezt azt gondolná az ember, hogy Döme apa a nagy dobtehetség, és örökölte a fia, Sanka. Igen. És akkor most mondod, hogy igazából valamilyen szinten a kényszer hatására kezdtél el dobolni. Igen, igen, úgy volt, hogy az kellett, nem gitáros. De hát hála Istennek, hogy ez így alakult, és utána aztán mindig valahogy úgy sikerült, hogy legjobb zenekarokba játszottam. Ez, hát aki Nyíregyházán ismerős ilyen belkekből, azért a zenitre nem mondaná senki azt, hogy az nem a legjobb volt, és mindenki büszke volt arra, hogy a zenitbe játszhat. És hogy találtatok egymásra, vagy mikor? Hát, akkor is játszottam egy zenekarban. A József Attila volt akkor régen, még a korona helyén fenn, ahol igen, most dísztelem meg a minden. Igen, minden vasárnap játszottunk ott ilyen 5 órai teát. És akkor egyszer csak feljött a zenit, leültek sorba, és akkor mondták, hogy vállalnám-e, mert az akkori Tóth Kálmán szegény meghalt, ő is Zsiga. Ment katonának, és oda kell egy dobos. És onnantól kezdve aztán játszottam a zenitbe, utána a zenit közmei pókhálóba, utána megint zenit. De még pókháló is van, csak az a baj, hogy szétszélett annyira a csapat, hogy Kára Béla Debrecen, vagy Békés Csabán van, Roskó Béla, Száraz Tamás, vagyunk itt páran, akik már volt egy ilyen pókháló koncert, mióta haza emigráltam Ausztráliából, és beszélgetjük, hogy jó lenne megcsinálni a második részét is annak a koncertnek, ami meglátjuk. A zenitbe sajnos már elég öregek a zenésztársak, nehéz összeszedni a zenekart. De hát zenit... azért milyen komoly múltról kell itt beszélni? A Zenit 50, az hála Istennek annyira jól sikerült, hogy ott az, ez szinte nem is hitte volna az ember, hogy Nyíregyházán ilyet lehet csinálni. Egy amatőr zenekarnak. És aztán úgy sikerült. Hát de ti valószínű Schulznak a könyvébe is bekerültetek. Hát igen, akkor nem voltam, mint amikor Schulz írta, de amikor már megszületett, akkor már igen. És hát ez... Igen, Schulzban nagyon jó kapcsolatunk volt. Több zenitkoncerten ő volt a műsorvezető. Mindig ő jött velünk mindenhova, konferált, meg hát a Schulz maga... temperamentumával, meg az a nagy tudásával, hogy nagyon-nagyon jól előadta ezt az egészet, és ezért el sem tudtuk képzelni, hogy zenit koncert van, de Tibi legyen a műsorvezető, Schulz papa. És Döme van még zenit? Zenit? Hát jó, jó kérdés. Elvileg van. Te dobolsz? Én dobolgatok, dobolok ebbe a zenitbe,
A napba is szoktam dobolni mostanában. Dobolok egy... És otthon? Emmauszi tanítványok nevű evangélikus egyházzenekarába. Uh-huh. Dobolok még, Kazáparinak van egy ilyen jazzy zenekara, abba is dobolok, csak ezeken minden nagyon-nagyon ritkán van fellépés. Uh-huh. Hála Istennek. De otthon dobolsz? Hát, sajnos nem jöttetek el. Ahol most lakunk, hála Istennek van egy, hát egy ilyen jó kis, mi nagyon szeretjük, egy kertes ház van, egy pince, amit mi Sankával ott lent megcsináltuk, leszigeteltük, és ott be van állítva két dob felszerelés, keményen. Említetted Palit, Kazár Palit, és azért kettőtöknek a kapcsolata azért jó régi. Hú, 1968. És akkor mondok ilyet, hogy színházi darabok. Igen. És akkor erre mit mondasz? Hát ezt is mondjuk Palinak köszönhetem azt, hogy mi mindig 68 óta játszottunk. Akkor is volt egy zenekarunk középiskolás korban, rögtön az elején. És akkor, hát utána aztán mindig, csak ő aztán mindig más zenekarba játszott, én is más zenekarba játszottam. De az összehozott benneteket. Pari dobos volt először. Aha. És utána lett zongorista, amikor a papájával együtt vendéglátóztak, és a papája volt a dobos, hát akkor ő meg zongorázott, és ez így volt, és utána mindig, és Pari hívott színházba, mert akkor már jó a zenei vezető, hogy lenne kedve menni dobolni. Hát. Hogyne, soha nem is voltam ott, meg mindig szimpatikus volt a színház. És milyen volt ott? Nagyon jó volt, nagyon jók voltak a társak, a színészekkel nagyon jó kapcsolatunk volt. Egy varázsa van ennek az egésznek, és az nagyon jó érzés volt. És ezt akkor hagytam abba, csak amikor volt a tél, amikor diszidáltam előtte. Több darabban volt, több, sok darab, Doktor úr, Bástyás Étnány 77. Ezek olyan darabok, hogy hát, nagyon jó. Nagyon biztos jelesti. Sokan emlékeznek igen. Rá, akik elmentek. Hippolyta lakály, senki földje. Megnézni. Nem, most nem is ügyeztek, de vagy benne voltam, vagy 8 darabba biztos. Sanka, hála Istennek, ugyanezt csinálta végig. Ugyanúgy is őt is Pali hívta. Középiskolás még el sem mehetett volna, de úgy kellett elkérdezkedni neki, de aztán elengedték, és ő is nagyon. Most ezt a színházra mondod? Színházra, és ott is az színházra, és rengeteg darabba dobolt. Ez arra volt jó, hogy ő ebbe a műfajba is belekóstolt, és tudja, hogy ott azért másképp kell dobolni, akkor Pali a minden zenekarában bevette dobolni. Hát most Folk Fusion, abba dobol, meg a Tortugába dobol. Hála Istennek, nagyon jó a kisfiú. És olyan dobverőt hoztál. Ja, igen. Amin azért ez a márkanév, mint Tortuga rajta. Rajta van meg a neve. Igen, mert... Ez a cég, aki csinálja ezt a dobverőt, ennek hála Istennek Sanka ilyen kiválasztotja, hogy Magyarországon képviselője, és neki így csinálják a dobverőket. Amit meg bemész a hangszerboltba, és vehetsz ilyen dobverőt te is. És ezt meg lehet fogalmazni, mert hogy mennyire vagy büszke? Nagyon. Hogy így a fiadra? Nem, most nem akarok sírni, de nagyon. Ezt elfogadjuk, én meg el is hiszem. Amit mindenképpen ki akartam emelni, hogy teljesen megleptél, és minden elismerésem, hogy olyan újságcikkeket hoztál, ami így az embert elgondolkodtatja, és egy kicsit az időben is így visszaviszi. Rádiófelvételre készülnek, bemutatjuk a Pókháló együttest, az imént beszéltél róla, 1979. augusztus 5-e. Hát komolyan, annyira örülök, hogy ilyeneket hoztál, siker a sereg szemlén, a Kelet-Magyarország másik oldal, aha, 83. február 17-e, a Bánki, ugye hosszan beszéltél róla, több újság megjelenést is megért, hiszen valóban egy olyan mértékű dolognak és mérföldkőnek számított akkoriban, és a fotók is magukért beszélnek. Mindenképpen szeretnék arra a nagy családi képre rákérdezni. Telefonos egyeztetésünkkor ugye kértem, hogy ami neked fontos, vagy amit szeretnél itt kitenni, hozd magaddal, hát leemelted a falról. És miért hoztad el azt a nagy fotót? Hát mert onnan jött minden. Honnan? Akkor, hát mi nagyon nagy család vagyunk, 11 gyermek. Látszik, hogy ott akkor még ott mindenki megvan. Hát én vagyok ottan legelő, és hát ezt aki nagy családban él, az tudja talán, hogy egy-két gyerek, az nem gyerek.
Én azt mondom, igen, mert nekem annyi van, de nyilván neked egészen más tapasztalataid vannak, hogy mennyivel lehet több, igen, vagy mennyivel több minden fér bele egy olyan családba, ahol olyan sokan vagytok. Anyuka egyke volt, nem volt testvére, és ő megfogadta már kislány korában, hogy ez nem jó neki, neki lesz egy tucat gyereke. És lett. És te milyennek számítasz a többiekhez képest? Kis vakarónak. Nem, hát így, kis vakarónak. Én voltam a legkisebb, engem szeretett mindenki. Kihasználta? Hát nem nagyon, nem is tudtam arról, hogy kihasználom vagy nem, hát úgy biztos kényeztettek meg. Igen, igen. Igen, többszörösen egyke lehettem ennek tudatában, de nagyon jó érzés volt, hogy gyerekkorban mehettél nyaralni össze-vissza a testvérekhez, Miskolc, Budapest, Rétság, meg össze, milyen helyekre. És jó testvérek vagytok? Jó testvérek vagyunk. Jó testvérek vagyunk. Hát minden évben, ha sikerül, mindig összejövünk, legalább egyszer pedig össze-vissza vannak a testvérek. Ez fantasztikus. Meg. Igen, és akkor, hát akkor ezt úgy nagyon jól érezzük magunkat. A 70-hez közeledsz. Hogy nem. Ami hihetetlen, de... 5 éve nyugdíjas vagyok. Aha, úgy is nézel ki. Elvileg. Van 7 unokám. 7 unokám. Igen. Sajnos mindenki kim van Ausztráliában. És neked Nyíregyháza az... Nyíregyháza az mindenek előtt. De amikor hazajöttem, akkor lettek volna ajánlataim, hogy menjek Debrecenbe, testvéreimhez, meg ott ilyen, meg olyan, meg mindent tudnak. Nem, hát én szó sincs arra, tehát hazajöttem. Ha már mész valahova, akkor a világ másik végén. Szintén hazajöttem, akkor én csak Nyíregyházán akarok élni. Itt azért, hát a feleségemmel, Tasnádi Éva különben, legyen meg a szívét. És ő vele, nem is, hát... idézőjelben nem szeret velem jönni, mert ha átmegyünk a Kossuth téren, akkor az nekem egy fél óra. Mert mindig jönnek barátok, akikkel beszélget az ember. Igen. De azért ez is, ez egy nagy családnak egy Nyíregyháza is, ugye? Ja, hogy nem. Így van. Hát, még így is, hogy most már azért, hát nem annyi, nem úgy, régen mindenki ismert mindenkit, szinte. Meg mindenki a Zenitre járt, most már össze-vissza mindenhol mehetnek az emberek. Megbocsátjuk neki. Uh-huh. Hát igen, igen. Ha a nyíregyházi helyszínre szeretnék rákérdezni, ami neked ilyen örök élmény, maradandó, akkor mit emelnél ki? Ugye említetted már a József Attila művelődési igen. házat, az egy fontos induló dolog volt neked. Sóstó, szerintem Sóstó és az Évi Park, ami itt van, ahol most a fókák ugrálnak, és ott van az a Lacika, Gargyas Lacika, műve, ami egy óriási dolog, de igen az. Akkor még nem volt busz, semmi nem, vagy nem volt járat, 10 óra után eljött az utolsó busz, és mi meg tovább játszottunk, és nem mozdult senki. Mindenki gyalog ment haza. Az egy héten játszottunk 3-szor az Ifi Parkba, 1973, amikor átadták az Ifi Parkot. Az óriási dolog volt. És akkor te ott a hétköznapokban mit csináltál? Dolgoztam az univerzébe akkor, eleinte, uh-huh. utána meg már suliba. De akkor már nem volt Ifi Park, akkor már más volt. Mindig dolgoztam, most is dolgozok, most is csinálok mindenfélét. Elmondod annak az ifjú párnak a keresztnevét, a lánynak, fiúnak, akikkel legutóbb dolgoztál? Még ez nagyon friss, mert most vágom az anyagot, Fruzsina és Ákos. Na hát, Isten éltesse őket innen, és sok boldogságot kívánunk nekik. Neked pedig nagyon jó egészséget, és köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm hozzá. Szépen. Nagyon örülök, hogy itt lehettem.